A vonalban pedig Róna Péter közgazdász, jogász. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Bolgár úr! És olyan ember, aki ismeri Magyarországot, ismeri Európát, ismeri az Európai Unióból kivonult Nagy-Britanniát, meg az Egyesült Államokat is, ahol évtizedekig élt. Mit szól ehhez az európai csúcshoz, amely Orbán Viktor szerinte óriási győzelmével ért véget, és ezt még Soros György is kénytelen, kelletlen, szomorúan, kicsit, nem is kicsit, nagyon sajnálkozva, lényegében elfogadja. Önnek mi a véleménye? Hát én úgy érzem, hogy 1814 óta, ami a Bécsi Kongresszusnak volt az éve, ahol Talleyrand egy óriási diplomáciai sikert aratott, visszaállít a Franciaország helyét az európai politikai rendszerben Napóleon legyőzése után. Azóta ilyen mértékű diplomáciai sikert én nem tudnék megemlíteni az európai diplomáciai történelemben, mint ez. Na most a hallgatóink közül sokan, akik álltak, gondolom azonnal leülnek. Miért? Egy teljesen vert helyzetből ő kihozott egy elképesztő eredményt. Ugyanis, tehát menjünk végig, hogy mi ennek a dolognak a lényege. Bár ez a megállapodás ugye rögzíti, hogy a szerződésben második cikkeiben leírt értékrendszer, az európai értékrendszerre alapul az Európai Unió, és megerősíti és megismétli az európai elkötelezettséget az európai értékek iránt. Ez azonnal keresztbe húzza azzal, hogy azoknak az értékeknek a sértése csak abban az esetben orvosolható, hogyha a sértés az EU pénzügyi érdekeit csorbítja. De erre mondta tehát azt Dobrev Klára, mert megkérdeztem tőle egy fél órával ezelőtt, hogy de ezt igenis úgy értelmezik, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekei sérülnek akkor, ha egy országban nincs médiaszabadság, vagy ha az igazságszolgáltatást a kormány a saját uralma alá hajtja. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz. Teljesen világos magából a szövegből, és abból, ami elhangzott a tárgyalások alatt és után, hogy ez egyszerűen nem igaz. Mert ha igaz lenne, akkor miért kellett volna beírni, hogy csak azokkal a tételekkel fog ez a mechanizmus foglalkozni, ami a pénzügyi érdekeket sérti. Hát ha minden demokrácia értéket sértő cselekedet orvosolható a mechanizmus alatt, akkor mire fölírja be a megállapodás, hogy csak abban az esetben alkalmazható a mechanizmus, ha a pénzügyi érdek sérül. Tehát Dobrev Klára elképesztő tévedésben szenved. Nagyon sajnálom. Na de az eredeti megállapodás, amit nem most alkudott ki Orbán Viktor, ugyanezt a pénzügyi érdeksérelmet helyezte a középpontba, ettől tette függővé a jogállami eljárásokat is. Nem, ez nem így van. A pénzügyi megszorítás ebben a formában, ami most létrejött, nem volt benne az eredeti megállapodásban. Tehát ennek az átalakítása, ami azt mondja, hogy ez a mechanizmus kizárólag akkor alkalmazható, a tényleges és közvetlen sérelem keletkezik a kifogásolt cselekedet és az EU pénzügyi érdekei között. Tehát ez nincs mese. Itt ez a mechanizmus, a szólásszabadság, a vallásszabadság, a gyülekezés, a sajtószabadság, az egyetemi szabadságok, a kisebbségek, a szexuális irányultság és így tovább védelmére nem alkalmas és nem hivatott. Jó, nézzük akkor tovább. Ön ezt így értelmezi,
kiderül majd hamarosan, hogy nem biztos, hogy hamarosan, mert lehet, hogy ez a másik probléma, hogy nem hamarosan derül ki. Hát ez az. Na most ennek tetejébe ez a szerkezet, ez a megállapodás behoz egy olyan érvényesítő mechanizmust, tehát hogy jó, akkor állítólag van egy sérelem, és akkor a mechanizmust be kell indítani, és akkor mik a tennivalók ahhoz, hogy a mechanizmus által kilátásba helyezett pénzügyi támogatásokat megvonják. Hát itt annyi lépcsőn kell átmenni, annyi sok mindennek kell történnie annak érdekében, hogy ez lehetséges legyen, hogy ez teljesen használhatatlan. Ennek a mechanizmusnak az érvényesítésére soha az életben nem kerül soha. Annak nem, ellenére nem. Sem, hogy legalább 25 tagállam azt mondja, hogy de igen, kell ilyen mechanizmus, ezért tettük bele újonnan a szabályrendszerünkbe. Most nézze, itt egy nagyon nagy dolog történt. Az Európai Unió vezetése és az európai nagyállamok élükön Németországgal feladták az érték alapú közösség létrehozásának a nagy álmát és tervét, és helyette létrehoztak egy olyan szervezetet, egy olyan struktúrát, amelyik a szuverén államok gazdasági érdek, és nem érték, hanem érdek közössége, és az az érdek közösség kizárólag a gazdasági kérdésekre vonatkozik. Alapjában véve Orbán Viktornak sikerült megvalósítani olyas valamit, valami hasonlót arra, amit a britek szerettek volna. A britek ugye következesen azon az állásponton voltak, hogy az Európai Unió egy nagyszerű Zollverein, vámunió és gazdasági közösség, de az Európai Unió ne próbáljon politikai értékeket bevinni a tevékenységébe. Hát ugye én nem értem Dobrev Klárát és ezt az urat, aki előttem beszélt. Hát ez egy teljesen alaptalan állítás. No, de Róna úr, korábban, hát, mielőtt ezt a jogállamisági feltételrendszert egyáltalán kitalálták volna, megtárgyalták, vagy elfogadták volna, ilyen nem volt. Most térnénk vissza egy korábbi állapothoz, amikor nem volt ilyen semmiféle számonkérési lehetőség, De éppen arról van szó, hogy a 7-es cikkely volt, és most már az sincs. Mert ez a mechanizmus helyettesíti a 7-es cikkelyt, és a 7-es cikkely, ami egyébként szintén sántikált abban a hibában, hogy nagyon nehéz volt érvényesíteni, ugye nem sikerült, bármennyire is megállapították a 7-es cikkely alkalmazhatóságát, az alkalmazásra soha nem került sor, és nem is fog. Ugye? De most jönnek ezzel a mechanizmussal, ami alapjában véve helyettesíti a 7-es cikkelyt, mert azt mondja, hogy hát kérem szépen, ha valakinek van valami kifogása, akkor azt meg lehet orvosolni ezzel a mechanizmussal, de ez a mechanizmus nem alkalmazható a gyülekezés, a szólás, a vallás, a sajtó, a kisebbségek, stb. Szabadságára, politikai kérdésekre vonatkozólag. Tehát Orbán Viktor nagyon világosan ezt elmondta, megismételte, és az Európai Unió ennek az igénynek teljes mértékben helyet adott. És a 7-es cikkely továbbra is alkalmazható, most is csak azért nem, mert két ország van, amelyiket eljárás alá vonták. Bolgárul, hiába vonják eljárás alá, az eljárásból nem lesz semmi. Azért, mert az egyik kiáll a másik mellett, és nem tudja a többi tagállam egyöntetően elítélni egyiket se. De nem azért, mert az Európai Unió végrehajtási mechanizmusa csak egy látszat. Tehát, és ezt az Európai Unió nagyon jól tudja, és az Európai Unió ezt már 20 éve tudja, és nem tett semmit annak érdekében, hogy ezt orvosolja. De akkor a helyzet nem rosszabb, mint 10 éve vagy 20 éve, legfeljebb ugyanolyan? Hát annyiban rosszabb, hogy most már azon nem lehet vitatkozni, azt már nem lehet mondani, hogy tessék alkalmazni a 7-es cikket.
mert a hetes cikkely helyébe lép ez az új mechanizmus gyakorlatilag, nem jogilag, de gyakorlatilag, és ez az új mechanizmus az egész orvoslási palettát leszűkíti a pénzügyi érdekek sértésére. Másról nem lehet szó. Hát, majd kiderül, mert azt mondom, ha többféle értelmezés van, például a Dobrev Kláráé, és nem csak az övé, hanem másoké is, akkor az a gyakorlatban derül ki, hogy na, vajon mire lehet alkalmazni? Hát jó. Jó, hát akkor majd kiderül. Közben Kaczynszki és Orbán szétveri még azt a keveset is, ami maradt még a demokráciából ebben a két országban. Hát ez sajnos meg lehet, igen. Tehát ez vicc, ez az álláspont. Ez egy teljesen komolytalan, felelőtlen álláspont. Végül igen. Azt akarom megkérdezni, akkor mit lehet tenni ebben a helyzetben, vagy hagyjunk fel minden reménnyel? Hagyjunk fel minden reménnyel. Tehát ez úgy, ahogy van, ez megszületett. Most, hogy miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy a Németországnak, ismételten az előttem szólóval szöges ellentétben, egyáltalán nem érdeke, hogy Közép-Európában létrejöjjön egy virágzó, versenyképes, szabad, liberális értékközösség. Neki az az érdeke, hogy Közép-Európa szállítsa számára az olcsó munkaerőt, amivel a német nagyipar meg tudja tartani nemzetközi versenyképességét. Tehát persze, hogy nem kell a CEU. A CEU arra van, hogy szabad emberek, szabad gondolkodását fejlessze. Hát kinek kell itt szabad gondolkodás? A németeknek és a német nagyiparnak éppen úgy nem kell, mint annak idején nem kellett az osztrákoknak. Tehát itt egy teljes délibáb él, egy teljes él a magyar baloldal fejében arra vonatkozólag, hogy mi a nyugat-európai viszony Magyarországgal, Lengyelországgal, stb. A térségével kapcsolatban. Itt minket, úgy ahogy van, 30 éven átvertek, és nem vettük észre, hogy miről van szó. Hát most, sokan ugye, fognak rosszul aludni ma éjszaka. Na igen, most jön Orbán, és alapjában véve egy óriási lépést tesz, mert nem csak azt mondja, hogy hát akkor most mi ebből kimaradunk, és a többi. Egyébként szó sincs arról, hogy Orbán szeretné Magyarországot kiléptetni az Európai Unióból. Hülye lenne, ha ilyesmire gondolna. Ő benne akar maradni, és használni a gazdasági előnyöket, illetve a pénzt, ugye, ami jön az Európai Unióból, de ugyanakkor teljes szabad kezet kapni a politikai területen. Ezt ő elérte. És ő átdefiniálta ezzel a megállapodással az Európai Uniónak a lényegét. Értékközösségből csinált belőle egy érdekközösséget. Ez a lényeg. Igen. Köszönöm szépen Róna Péternek. Köszönöm. Minden jót, viszont hallásra.